Erősek vagytok a jelen való igazságban. Második rész. Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most a tévé előtt néz, azokat is, akik majd később a neten néznek meg, és örülök, hogy együtt tanulhatjuk Krisztusnak szent igazságait. Szeretném folytatni az Erősek vagytok a jelen való igazságban tanulmányt. Nagyon fontos időben élünk ma. Én csodálom, hogy a Jóatya mennyire csodálatosan vezeti az ő gyermekeit, az őszintén benne hívőket. Ugye tanultunk arról, hogy a Dániel próféta 8 részében leírt látomásra az Úr azt a parancsot adta nekie, hogy pecsételd be, mert sok napra való. És amikor eljött az az idő, akkor az Úr mit tett? Saját maga nyitotta meg ezt a komoly és szent igazságot. Isten éppen a kellő időben készítette választott szolgáját, Miller Vilmost, aki a Szentléleknek segítségével feltárta a proféciákat, és kimutatta, hogy milyen szoros kapcsolat van a Dániel és a Jelenések könyve között. És a Biblia egyéb részeiben levő összhangokat bemutatta az embereknek. Az emberek lelkére kötötte a szent íge komoly intelmeit, az előkészület szükségességét Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. Foglalkozunk egy kicsit most tovább a két ponttal, Jézus közbenjárói munkájával és a vizsgálati ítélettel. A mennyei szentély szolgálatának a teljes megértése hitünk alapja. Abból, amit az Úr megalapozott, mi ebből egy gombostű fenyit sem tehetünk félre. Ez a munka, az engesztelési munka pont olyan fontos része a megváltás tervének, mint amilyen a halála volt a kereszten. A halálával kezdte meg Krisztus a megváltási munkát, és a mennyei szentélyben fejezi be az engesztelési munkával. A nagy küzdelemben ezt olvastuk. A 2300 nap végén főpapunk belépett a Szentek Szentjébe, hogy a Szentek Szentjének megtisztítását elvégezze. Tudjuk ugye, hogy ahogyan hajdan a nép hitben ráhelyezte bűnét a bűnét való áldozatra, és az áldozat vére által jelképesen áthárították azt a földi szentére, az új szövetség idején mi magára az Úr Jézusra helyezzük hitben a mi bűneinket, és valóságban áthárítjuk a mennyei szentek szentjére. A mennyei templom megtisztítása előtt azonban a feljegyzések könyveit megvizsgálva meg kell állapítani, hogy ki részesülhet bűnbánata és Krisztusban való hite alapján az engesztelés áldásaiban. Tehát a szentély megtisztítása egyben a vizsgálat, tehát az ítélkezés felettünk. És ennek a munkának is le kell zárulnia, mielőtt Krisztus másodszorra visszajön, hogy megváltson bennünket, és így fogja hozni az ő jutalmát mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Nagy kérdés az, miért lehet csak Jézus köztünk és a Teremtő Istenünk között, ami közben járunk? Pál apostolnál úgy van írva, mert egy az Isten, egy a közbenjáró Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenekért. A másik szöveg azt mondja, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. És senki más, csak maga Jézus hagyta ott a dicső mennyei otthont, és áldozta fel életét mi érettünk. Én nagyon szeretném megkérni kedves nézőimet, kedves hallgatóimat, hogy figyeljék meg, hogy a Bibliából mindent be lehet bizonyítani, ha hiszünk, ha meghajlunk előtte. A párommal most olvassuk az 5. kötetet, és abban is benne van, hogy az Ellen Goldwhite könyvek csak a Biblia mellé vannak adva, ami így felfogó képességünkért, hogy könnyebben megértsük esetleg a Bibliának
azokat a szavait, amit gondolnánk, hogy nagyon nehéz. Tovább folytatván, mit mond Pál apostol? Nem a bakkok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer mindenkor a szentélybe, örök bátságot szerezve. És a másik szövegből megérthetjük, hogy kiket üdvözíthet. Mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. És ez a közbenjárási áldás, ez csak azokra tud kiáradni, akik hitben elfogadják az engesztelési munkának nagy jelentőségét. Tehát a szentélyszolgálata együtt van kapcsolva szorosan a vizsgálati ítélettel. Egyben ítélkezés. Péter apostol szavai nagyon komolyak nekem, és mindazoknak, akik komolyan kutatták eddig is a Szent Biblia szavait, hiszen azt mondja, itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán. Nagy küzdelemben ez van írva. Midőn az ítélet könyvei megnyittatnak, mindazoknak életfolyamata megvizsgáltatik Isten előtt, akik Jézusban hittek. És szószólónk azzal kezdi először, akik először éltek a földön. És mindenkinek neve meg lesz pontosan említve, úgy meg lesz vizsgálva, mintha egyedül ő lenne a földön. Ha valakinek oly bűnei találtatnak hőjegyezve a könyvekben, amelyek sem megbánva, sem megbocsájtva nincsenek, akkor nevük kitöröltetik az életnek könyvéből. Ami drága Jézusunk, aki büntelenül feláldozta magát, kivétel nélkül minden emberért, nem hagyta az ember tudatlanságban, hogy mi lesz az ítélkezés alapja. Maga Jézus, amikor a földön járt, amikor különböző kérdéseket tettek fel neki, mindig úgy válaszolt a törvényben, mint van megírva, mint olvasod. Jakab apostol pedig azt mondja nekünk, úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Miért van szabadság törvényének nevezve? Mert minden ember önként maga dönti el, hogy alárendelje magát Isten törvényének, vagy nem. Isten törvénye az a zsinór mérték, amely szerint mindenkinek élete és jelleme meg fog méretni az ítéletben. Salamon írja, minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. János apostol írja, valaki bűncselekszik, az törvénytelenséget is cselekszik, a bűn pedig törvénytelenség. Mire hívja fel az Úr a mi figyelmünket? Mindenkinek szüksége van önmagáért egy ismeretre, a nagy főpapunk állásáról és munkájáról. Mindenkinek van egy megmentésre vagy elvesztésre való lelke. Mindenkinek van egy esete függőben Isten ítélőszékében. Az előkészület munkája személyes. Nem leszünk csoportosan megváltva. Jó lehet, az összes népeknek meg kell ítéltetni ők Isten előtt, mégis oly pontossággal fogja minden egyes esetét megvizsgálni, mintha más lény nem is lenne a földön. Én csak egy példát szeretnék itt mondani, mert nekem úgy fáj, mikor emberek mondják, hogy így nem tudjuk, úgy nem tudjuk. Ha nem tudnánk, akkor nem lehetne elítélni bennünket, hiszen maga az Úr Jézus mondta, hogy a tudatlanság idejét elnézi az Úr. Csak egy fizikai, emberi példa, hogy amikor az ember távolba repül, megkapja, hogy mit vihet fel a repülőgépre. Vagy mivel mehet be abba az országba, ahova készül. Mikor egyszer mentem Ausztráliába, ugye megkaptam, hogy semmi élő gyümölcsöt nem lehet bevinni, de vettem az útra magamnak mandarint. Véletlenül egyben nem maradt a kézitáskámban, amit fölvittem a repülőre. És hát miért ne, mikor leszálltunk, az én táskámat kiszúrták. Beengedték,
a mandarint? Nem. Elvették. Van, egy földi ország ragaszkodik az ő szabályaihoz, az ő törvényeihez. Vajon akkor mi akárhogyan is beléphetünk a dicső mennyei otthonban? Akárki, akármit tettünk, akárhogy voltunk engedetlenek, a tisztán, nyíltan ismerhető Isten akarata ellenére? Azt tanultam tovább, mindazoknak neve mellé, akik valóban megbánták bűneiket, és Krisztus vérét, mint engesztelő áldozatot hitáltal igényelték, a mennykönyveiben megbocsátás iratik be. Midőn Krisztus igazságában részesülnek, és jellemük Isten törvényével összhangban találtatik, bűneik eltöltetnek, és ők az örök életre méltónak találtatnak. Ez az ítélkezés most folyik a mennybe. És nem sokára, nem tudjuk mikor, a holtakról, elkezdi az Úr vizsgálni bennünket, az élőket. Istennek ünnepélyes jelenlétében fogják megvizsgálni életünket. Ezért nagyon időszerű Jézus szava. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mely órában jön a ti uratok. És ennek az ítélkezésnek egyszer vége lesz, mielőtt Krisztus eljön a földre. És mit mond, mikor kilép a szentek szentjéből? Nagyon komoly. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. Aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. Aki igaz, legyen igaz ezután is. Aki szent, szenteltessék meg ezután is. És imé hamar eljövök, hogy mondja János apostol, és jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azért, mert Isten bennünket nem hagyott tudatlanságban, és nem sötétségben vezet. Ezért felhívja Pál apostol által mi figyelmünket, kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus ti bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok. Tegyük fel nap mint nap magunknak a kérdést, Krisztus bennem van? Mert ha igen, akkor bizonyára nem fogok véteni az ő szent akarata ellen, mert ő diktálja életemet, gondolataimat, cselekedeteimet, ha engedtem, hogy a szívembe lakozzon. Nekünk adva van az a tanács Pál apostol által. Változzatok átati elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát miért kell ezt tennünk? Ha meg kell vizsgáljuk Isten tökéletes akaratát, azért, hogy megvizsgáljuk a saját életünket, hogy miben kell megtérjünk. Vagy testvéreink életét, mert azt mondja Pál apostol által, intsétek egymást, míg tart a ma. Nekünk is kötelességünk az intés. Mikor tud a mi elménk megváltozni? Ha Istennek oda szenteltük magunkat, és igazán vágyó szívvel kutassuk az ő szent szavait, maga Jézus mit mondott? Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Vajon a sima olvasás, ma is elolvastam egy pár szöveget, holnap is, egyenlő a tudakozással, a kutatással? Az van írva, soha ne nyissuk ki a Szent Bibliát imádkozás nélkül. Imádkozva mit kérünk? Hogy drága jó atyán küldje szent lelkét, hogy ő világosítsa meg értelmünket, és adjon erőt meghajolni szent akarata előtt. Hogyan is mondja a Jézus a főpapi imájában? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ha nem ismerem őt eléggé, hogyan akarok olyanná lenni, mint ő? Mit tesz ma is minden emberért? Jézus a frigyszekrény mellett állott, és midőn a szentek imája felszállt hozzá, a töményező illatozott,
s ő a szentek könyörgését azok illatával együtt az Atya elé vitte. Az imák az emberiség romlott csatornáin áthaladva oly szennyesek, hogy ha csak vér által meg nem tisztulnak, Isten szemében soha nem lehet értékük. Ezeknek össze kell elegyednie Krisztus vérének megtisztító csöpjeivel. Így elfogadható állapotban kerül Isten elé, akitől kegyelmes válaszok kerülnek vissza az emberekhez. Mit tanulhatunk, mit kell megfigyelnünk nagyon az ószövetségi időben végzett engesztelési munkáról? Mit kellett tegyen akkor a nép? Az van írva Mózes könyvében. A 7. hónapnak 10-én az engesztelés napjában szent gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, semmi dolgot ne végezetek, mert engesztelés napja ez ünnepeknek ünnepe. Vajon tudunk mi naponta komolyabban küzdeni, harcolni vágyaink, kísértéseink ellen, vagy engedjük, hogy szélesítsük az utat? Az van írva, a jelképes szolgálat idején csak azokért folyt az engesztelés, akik előzőleg bűneiket megbánva és megválva Isten elé léptek, és bűneik a bűnért hozott áldozat vére útján átkerültek a szent helyre. Hát és őrön, milyen félelmetes intést ír nekünk 1911-ben. Isten igazságos ítélkezése nem fogja kímélni a haszontalan, komolytalan embert. Nem lesz mentségük azoknak, akik nagy világosságon rendelkeztek, és mégis elmulasztották, hogy istenfélő példaadásuk által továbbítsák az igazság világosságát azok számára, akikkel kapcsolatban állnak. Nem csak a hitetleneknek, hanem a gyülekezet tagjainak is szólnak a következő szavak. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. A megsanyargatás azt jelenti, hogy minden nap komolyabban és komolyabban akarok Krisztusért élni, és lemondani mindenről, ami elválasztan engem tőle. Fel van téve a kérdés tovább. Mit mondhatnék még nektek, hogy szívetek és életetek megvizsgálására indítsalak benneteket? Összhangban van-e életetek a szentség azon életével, amelyet Krisztus élete földön? Azzal, hogy az Atya odaadta az emberi fajnak az ő fiát, egyházának csodálatos példát adott az önfeláldozó szeretetről. De tudjuk, fel van téve a kérdés a Bibliában, ha Jézus eljön, talál-e hitet a földön? Maga Jézus azt mondta, keskeny az az út, kevesen lesznek, akik rajta járnak, kevesen, akik megtalálják azt. A kérdés, szélesíthetjük az ő általa kijelölt utat, anélkül, hogy ne veszélyeztetnénk az örök életünket? Nagyon komolyak ezek a mondatok, és a szívem fáj, ha emlékszek 10-20-30 évre vissza, és ma életeket, a mai hívő életeket hasonlítjuk ahhoz. Nagyon komoly a következő leírás Vájtesvén által. A hitetlen zsidók helyzete illusztrálja a közönyös és hitetlen látszott keresztények állapotát, akik nem akarnak tudomást venni irgalmas főpapjuk munkájáról. Mennyivel fontosabb, hogy most a valóságos engesztelési napon megértsük főpapunk munkáját, és tudjuk, hogy mit kell tennünk. Péter apostol mire hívja fel a nép figyelmét? Bánjátok meg a ti bűneiteket, és térjetek meg. Igen, tudnunk kell, hogy Jézus ezt a munkát már 1844-től végezi érettünk. És kikkel kezdte el? Akik először éltek, akik hívők voltak, akik úgy gondolták, hogy neki akarnak élni. Először is a hívőkkel kezdi el. Megfigyeljük, az első angyal Isten imádására és a vizsgálati ítélre hívta fel figyelmünket. A második angyal a Babilon bukásáról szólt.
A harmadik a fenevad bélyege, vagy Isten pecsétje közötti különbségre intette a népet. Szorosan, hárman, együtt dolgoztak. Jelképesen így van írva. Mit olvashatunk a tapasztalatok látomásokból a három angyal üzeneteiről? Ezen üzeneteket úgy mutatták be nekem, mint Isten egy gyermekeinek megannyi reményhorgonyát. Nagyon szép ez a mondat. Reménység, öröm kell legyen a mi szívünkben, ha mi teljes szívvel átadjuk magunkat neki, ő szent vére által el fog bennünket fogadni. Három fokozatot láttam. Az első, második és harmadik angyal üzenetét. Kísérő angyalom így szólott. Jaj annak, aki ezeken az üzeneteken a legcsekélyebb változtatást eszközölni merészeli. Ezen üzenetek helyes megértése életkérdés. Emberi lelkek sorsa attól függ, hogy mi módon fogadják el azokat. Isten szava rendkívül sok drága igazságot tartalmaz, de a nyájnak most a korszerű igazságra van szüksége. A szentéről szóló tan, a 2300 napról szóló igazsággal kapcsolatban továbbá Isten törvénye, meg Jézus Krisztus hite oly tárgyak, amelyek alkalmasak arra, hogy a Jézus várás lefolyt mozgalmát megvilágítsák. Tehát ma is mind a három angyal üzenetét hirdetnünk kell. Nézzük meg, hogyan üdvözli János apostol által az Úr a 7. gyülekezeti korszakban élő gyermekeit. A Jelenések 3 rész 14-ben. A Laodiceai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Aki komolyan olvasta a Jelenések könyvét, látja, hogy a két rész és a három részben előtte leírt hat gyülekezeti korszak angyalát nem üdvözölte ezzel a szóval, hogy Isten teremtésének kezdete. Miért? Mert ennek az utolsó időben élő népnek adja az Úr azt a feladatot, amit az előző órákban is tanulhattunk. Újra felépíted az ősi romokat, és helyreállítod a régi nemzetek építette alapfalakat. A rések betöltőjének neveznek majd, és a romba dőlt házak felépítőinek. Miért? Mert a kiűzetés idejétől kezdve a nép félretette Isten akaratát, nem járt Isten akarata szerint, és ezt a népet, az utolsó korszak népét kéri az Úr, hogy építse fel a régi romokat, hogy olyanná legyen, mint kezdetben. Ugye az előző órákban is a Szent István társulat által kiadott, 2011-ben kiadott Szent Bibliából olvastam fel, hogy az Ézsaiás könyvében milyen komoly tanácsot adott az Úr. Óvakodj attól, hogy járj kell szombaton és a hasznot hajház szent napomon. Ha a szombatot gyönyörűnek nevezed és az Úrnak szentelt napot dicsőségesnek, ha megtiszteled azzal, hogy tartózkodsz a jövés menéstől, a haszonleséstől és a mi haszna beszédtől, akkor boldog leszel az Úrban, és fölvezetlek győztesként a föld magaslataira, és élvezni fogod atyádnak, Jákobnak örökségét. Igen, az Úr szája mondotta ezt így. Az életünk és munkánkban ezt olvassuk ehhez. Az angyal azt mondá, ez az egyetlen a 10 közül, amely menny és a föld élő Istenét kinyilatkoztatja. A szombat parancsa. Mikor az Úr megvetette a föld alapjait, tette le a szombat alapját is. Láttam, hogy Ézsaiás 58:13-14-ben lefektetett ígéretek azokra vonatkoznak, kik az igazi nyugalomnak visszaállításáért tevékenykedtek. Mikor kezdődött ez el? Az van írva, hogy 1846 őszén a bibliai szombatját kezdték ünnepelni, teljeszteni és védelmezni azt. És mi kezdődhetett még akkor el? Az van írva, amíg egyik osztály a földi hatalmak iránti hódolat jelének felvevése által a fenevad bélyegét fogadja el, addig a másik az isteni hatalmasság iránti hűségnek jelét, az Istennek pecsétjét választja. Tehát világosan megérthetjük, hogy Istennek pecsétje a szombat. Ezekiel proféta azt írja,
és adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük. De ez nem csak az Ószövetség időre szól, hiszen Pál apostol, amikor megtért, az van írva róla, hogy amint szokása vala, beméne hozzájuk, és három szombaton át vetekedik velük az írásokból. Tehát Jézus Krisztus mennyi bemenetele után nem volt kiadva egy olyan parancs, hogy most már a feltámadásunk napját ünnepeljétek. Mert szombat a jel köztem és közötted. De maga Jézus is mire figyelmezteti az utolsó időben élő gyermekeit? Imádkozzatok, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon. És mit olvashatunk a nagy küzdelemben? Isten törvényének pecsétje a 4. parancsolatban található. A 10 közül csak ez tünteti fel a törvényadó nevét és rangját. Csak ez mutat arra, hogy milyen hatalmas lény alkotott bennünket és tartott fent bennünket. Kedves nézőim! Az engesztelési munka együtt van a vizsgálati ítélettel. De együtt van az elpecsételéssel is. Az életünk és munkánkban az van írva, hogy 1848. novemberében Dorchesterben látomást kapott White testvérnő az elpecsételés üzenetének fontosságáról, hogy azt hirdetnünk kell. Tehát mi kezdődött el akkor? Isten gyermekeinek elpecsételése. Mert amióta vissza lett állítva a Szent Szombat, azóta érvényes a pecsét. Ígérem, hogy a következő órában erről fogunk részletesen tanulni a Jóisten segítsége által. Gondolják meg, a Szent Bibliában minden benne van, amivel mi előre haladhatunk, amit megismerhetünk, amit tudhatunk, hogy mi a bűn Isten szemében, hogy megbánjuk és elhagyjuk azt, hogy nevünk mellé lehessen odaírva, hogy megbánta és elhagyta, és méltó az örök életre. Segítsen a jó Atya, hogy ne legyen földi életünk, küzdelmünk hiába való, hanem tudjuk teljes mértékben meghajolni az ő akarata előtt, és az ő segítségét Szentlélek által végig megharcolni a hit harcát, hogy elfogadhasson bennünket, mikor eljön. Ez az én imám, mindannyiunkért. Amen.